Már a pécsi dojóban edz Genderesi Péter. A PVSK dzsúdósa hétvégén Porecsben kiemeltként erőnyerő volt az ifjúsági Európa-bajnokság első körében, majd 3 ipponygyőzelemmel jutott be a fináléba. Előbb egy horvát, majd egy német versenyző ellen győzött, az elődöntőben pedig egy ukrán dzsúdós ellen hosszabbításban nyert. A döntőben a világranglista első helyén álló szerb Bulája volt Genderesi Péter ellenfele. A pécsi sportoló biztatóan kezdett, a második percben Vazar is előnyt harcolt ki magának, de a szerb dzsúdós fordítani tudott, így Genderesi Péter ezüstérmes lett. Feldolgoztam, bár bennem volt az, hogy igen, ott volt egy Vazarém, lehet, hogy ippan Vazarit adtak rá. Bennem volt az, hogy innen ezt már csak tartani kellene, és mégis az elesés az benne volt. Így ez egy még nagyobb fájdalom volt már annak ellenére is, hogy mégiscsak egy Európa-bajnoksági döntőről beszéltünk. De ugyanakkor a fájdalom. Kersics Antal és Kersics Dávid edzők rendkívül büszkék tanítványukra, hiszen Péter idén lépett ki igazán a nemzetközi porondra. Áprilisban Teplicében Európa kupát nyert, májusban Bukarestben ezüstérmet szerzett. Én azt látom, hogy van még benne, tehát nagyon-nagyon figyelünk rá, hogy ne az legyen, hogy széthajtjuk, és tényleg a csúcson pörögve hozza ezeket az eredményeket, hanem mindig próbálunk egy kicsit újítani, kicsit más technikákat, a taktikára mi nagyon figyelünk, meg a fejben történő felkészülése, úgyhogy azt gondolom, hogy mentálisan a Péter az egyik legerősebb a mezőnybe, és ebből még nagyon sok hasznot tudunk húzni szerintem. Genderesi Péter július végén az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is indul, de az idei év főversenye az augusztus végi világbajnokság lesz Szarajevóban.